Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Elutazott a törökországi edzőtáborba a kisvárdai futballcsapat. 11-szer rendezték meg Apagyon a Szabadosok kupát. Hazai pályán kapott ki a Debrecentől a Nyíregyháza Blue Sharks. Második alkalommal rendezik meg a Junior Kupa kézilabda tornát. A HEP Kupa 4-es döntőjében játszik a hétvégén az NKS. 5-3-ra legyőzték a Szolnokot a nyíregyházi tekézők. Elutazott a törökországi edzőtáborba a kisvárdai futballcsapat. Erős Gáborék itthon már lejátszotta a két edzőmeccset, Antáliában pedig még 4-szer léptek pályára. Egy új szerepkörben láthatták Erős Gábort azok, akik kilátogattak a nyírbátrali edzőmeccsre. Tartottál már benne egy csapatkapitányként, de most, ha minden igaz, más szerepkörben végezte ezt a feladatot. Igen, egy picit más lett a szerepkör, olyan nagyon nagy változás nincsen. Azt gondolom, eddig is meg volt az a kapcsolat, hogy a bármiben, amiben tudtam, segítettem a srácokat. Most annyiban egy picit változik, hogy többször leszek a pályán kívül, mint a pályán belül. Egészen pontosan mi lesz a szerepköröd? Igazából segíteni fogom a vezetőedző munkáját. Ugye ugyanúgy megmaradok még elméletileg játékosnak, mint ahogy eddig voltam, csak már valószínűleg kevesebb szerep fog jutni ebben a fél évben, vagy akár a jövőben már számomra. A feladatom az lesz, hogy segítsem a srácok munkáját, amennyiben esetleg a mester hiányzik, akkor megtartsuk az edzést ugye természetesen a stáb többi tagjával, és amiben tudok, mindenben segíteni fogom a fiúkat. Két hete tart a felkészülés, milyenek az eddigi tapasztalatok? Elég kemény felkészülésen vagyunk, egy kicsit stílus váltottunk, eddig nem volt ránk jellemző az, hogy hosszabb távokat futottunk. Most egy picit beletettük ezt is a felkészülésbe. Ugye a múlt héten is voltak már dupla edzéseink, de ezen a héten egész végig két edzésekkel készültünk. Hát és most már azt mondom, talán ez lesz a könnyebbik része, amikor jön az edzőtábor, és ugye kezdődnek az edzőmérkőzések. Mekkora előnyt jelent az, hogy gyakorlatilag változatlan a keret? Mindenképpen ezt a múltkor is mondtam, hogy én ezt tartom a fő előnyünknek és erényünknek. Ahogy mondtam, azok a játékosok, akik sérülésre bajlottak, vagy egy picit le voltak maradva a többiektől, ők a felkészülés alatt egész biztos vagyok, hogy utol fogják érni magukat 100%-ig, és óriási segítségére lesznek majd a csapatnak. Talán neked volt a legnehezebb elkezdeni a felkészülés, hiszen a braziliai nyárba csöppentél vissza a magyarországi télbe. Milyen volt ez az elmúlt két hét? Hát igen, nehezebb volt nekem, mert plusz 35 fok volt ott kint, és jön vissza, mínusz 10-1-ből, nem könnyű. De hát csináltam ugyanitt, mint a többiek, próbáltam minél hamarabb beéleszkedni. Mennyire volt nehéz a felkészülés az elmúlt napokban, hiszen ez volt az az időszak, amikor talán a legtöbbet futottatok, dolgoztatok? Hát igen, erős volt a hét, minden nap két edzés szinte. De szerintem ez kell az elején, amúgy ez volt a második hét, és szerintem jó erőben már csapat. Jobb erő, mint amikor nyáron kezdtünk mindenki. Szerintem a téli szünet mindenki megcsinálta rendesen az edzés, a program, mint a Revis Attila adott nekünk, és nagyon jó állapotba jöttünk vissza. Egy nagyon jó őszön vagytok túl, leszámítva az utolsó két meccset, milyen tavaszra számítasz? Hát igen, az utolsó két meccs nem alakult, ahogy akartunk, de bízunk benne, hogy jó tavaszon fogunk tudni játszani, és ott leszünk a dobogó a végig, remélem. A felkészülés második hetének végén játsz az első meccs, ez a csapat mennyire vagy elégedett az eddig tapasztaltakkal? Sajnos az időjárás jelentősen megnehezítette a dolgunkat. Ez a tartós hideg nem teszi azt a munkát lehetővé, amit elterveztünk. Nagyon csúszik a műfűves pályánk, ilyet még nem tapasztaltunk, hogy a folyamatos nappali hideg következtében olyan csúszósá vált a felső terület, hogy nem tudunk minőségi munkát végezni, sajnos a délceg is, a rajc is megsérültek ennek köszönhetően. A fizikai részre egy picit most nagyobb hangsúlyt fektettük, ebből kifolyólag, ugye, és azt gondolom, hogy összességében a jövő héten már azon a szinten leszünk, amit elvárhatunk. Köszönhetően annak, hogy csütörtökön elutazunk a felkészülési táborba, és ott remélem azért sokkal jobb körülmények között készülhetünk. Hogy néz ki a törökországi program? Csütörtökön megyünk, szombaton már játszunk egy orosz második ligás csapattal, majd hétfőn játszunk a Sáttól Gyanyász 23-asával, szerdán játszunk egy
grúz első osztályú csapattal, majd pénteken hazautazás előtt játszunk egy makedón első osztályú csapattal, közte pedig természetesen edzések vannak és pihenő. Egyesben Gerold Gábor, párosban pedig a Linner Marsi duó végzett az élen Apagyon a 11. Szabadosok Kupa nemzetközi asztali tenisztornán. A versenyen 20 pingpongozó állt asztalhoz. Évre évre elég jó mezőnyt sikerül összehoznunk. Ez az év nagyon nehezen indult el, mivel ebbe az időpontban ugye egy World Tour versenyt rendeznek Budapesten. Közben jöttek olyan események, ami ugye időjárás befolyásoló tényező, Romániában ugye kint székülve a helyiek nem tudtak eljönni, de ennek ellenére a játékosoknak a többsége azért már volt itt. Van új játékos is, aki még most először szerepel nálunk a BVSC-ből, a Dopungnam személyében, egy kis fiatal srác, aki nagyon ügyesen játszik. És elmondhatjuk, hogy megint színvonalas lesz így a bajnokság, mert az élmezőny az itt van. Megszokott Linner, Párosi, Gerold, Marsi csapat alap, és az ifjúsági válogatott Imafalvi Gergővel kiegészülve nagyon jó hatos csapat jött össze. Lennének többen is, tehát lennének jelenkezők, akik még szívesen jönnének erre a versenyre, mert azért most már el lehet mondani, hogy több mint egy évtized után országos híre van. Nagyon sokan szeretnének jönni, csak mindig egy baj van, az időpont. Tehát ha próbálkozunk és beszélgettünk most róla, hogy nem tudnánk egy másik időpontot kitalálni, mivel annyira zsúfolt a versenynaptár, hogy így nagyon nehezen egyeztethető ez a berendezvény, és ha tudnánk egy másik időpontot keresni, akkor meg ahogy tervek is vannak a Szabados Laci voltából, jövőre még komolyabbat akarunk rendezni. Elindult most már az NB1 tavaszi szezonja, az apai csapat hogy áll, milyen reményekkel várja a bajnoki folytatást? Az őszi szereplésünk az túl jobban sikerült, mint vártuk, 6. helyen zártuk a bajnokságot, bízunk benne, hogy a kiesési problémáink nem lesznek, igaz, hogy nagyon nehéz a bajnokság, nagyon színvonalas, és bízunk, egy mérkőzés halasztanunk kellett az első fordulóba, februárban kezdünk, és reményeink szerint a biztos középmezőnyben bent tudunk maradni tavasszal. Talán nem tudás azt mondani, hogy tiszteletbeli apagyiként veszel most már részt ezen a 11. versenyen. Adódik a kérdés, mi történt vele az elmúlt egy éve, mióta legutóbb itt jártál? Igazából nagy változás nem történt. Jelen pillanatban ugyanúgy a BVSC-ben vagyok edző, és a német ötödosztályban a TTC Müringen csapatában játszom, Stuttgart melletti csapat, úgyhogy gyakorlatilag megy tovább a dolog, ami tavaly előtt elkezdődött. Milyen szintet képvisel a német ötödosztály? Igazából azt kell tudni, hogy az ötödosztályban 6 játékos játszik 6 ellen, és van az 1-es-2-es játszik az 1-es-2-essel, a 3-as-4-es a 3-as-4-es, és az 5-ös-6-os az 5-ös-6-ossal, és én az 1-es-2-es, tehát a legerősebb, tehát a fölül játszom, úgy mondjuk ezt, a legerősebb DC-t játszom, és azok a játékosok körülbelül én úgy sorolnám be, hogy a magyar NB1 közepe eleje, és akkor van egy olyan 4-5 játékos, aki a magyar extraligában is nem a legjobb csapatokba, de el tudna játszani egy ilyen 40-50%-os teljesítményt. Milyen célral érkeztél a mostani versenyre, hiszen most már Linner Ádám beértő is négyszeres győztes, vagy úgyhogy elképzelhető, hogy az egyeduralmad véget ér, vagy pedig egy picit még meg tudod hosszabbítani? Hát igazából én mindent megpróbálok megtenni, de akkor is nyugodt fejjel fogom lehajtani a fejemet, hogyha nem sikerül győznem. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy itt egy jó légkörbe jó meccseket játszunk, és próbáljuk kiszolgálni az itteni közönséget is, és mindenki jól érezze magát. Talán nem mindenki tudja, hogy több gyermeket családapaként ütöd a labdát. Lesz-e utánpótlás, mert a gyerekek kezébe adtál-e már ütőt? Igazság szerint megpróbáltam. Van egy 3 lányom van, azt kell tudni, egy 16, egy 11 és egy 5 éves. És mind a kettőnél megpróbálkoztam a pingponggal, de úgy láttam, hogy unják, és igazából nem akartam erőltetni. Egyébként mind a ketten sportolnak, akrobatikus rock'n'rolloznak. A kicsivel még talán megpróbálom ugyanezt eljátszani, hát ha nem, szóval én nem szeretem erőltetni a gyerekeket. Ha esetleg tetszik neki, akkor megpróbálkozunk vele. Egyébként milyenek a mai fiatalok, ugye edzősködsz is a BVSC-nél, mennyire vevők, mennyire nyitottak a sportra egyáltalán, és azonban az asztali teniszre? Más nemzedék, ugye a sok kütyű és a többi miatt ugye nehezebb őket bent tartani a pingpongba, de megpróbálunk ott is egy jó légkört teremteni nekik, és hát vannak tehetséges gyerekek, de igazából nincs könnyű dolgunk, tehát sokkal nehezebb őket bent tartani a sportban, most már sokkal több lehetőségük van másra is, és ezért van nehezebb dolgunk, úgy gondolom, mint nekünk annak idején volt, ahol kevesebb lehetőségünk volt, úgyhogy ez egy kiugrási lehetőség volt a sport. Címvédőként érkezti a 11. Szabadosok Kupára, gondolom az a cél, hogy meg is védd a címet, hogy haladsz eddig ezen az úton?
Eddig egyéni csoportmérkőzések folynak jelenleg, ott két mérkőzést sikerült megnyernem, majd most jön az Egri Nagy Balázsral fogok játszani, illetve Marsi Mártonnal, a nagy riválissal vagyok még egy csoportban. Egy párosban sikerült eljutnunk a döntőig, a csoportmérkőzések után lesz a páros döntő, ott pedig a Pálosi Timafalvi Egri duóval fogjuk játszani. Milyen ez a mostani mezőny? Hasonló, mint a korábbi, bár most kiegészülve a BVSC és Dófunk nem van, aki egy jó játékerőt képvisel, úgyhogy még ő is akár beleszólhat a végső győzelembe. Még nagyon az év elején vagyunk, milyen tervei, céljaid vannak erre az esztendőre? Celdömök csapatával szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket. Tavaly sikerült megnyernünk, a pécsieket vertük a döntőbe. Jelenleg az alapszakaszban nem állunk olyan jól, de azért valahogy beverekedjük magunkat a rájátszásba, és akkor ott azért reményeim szerint sikerül megismételnünk a tavalyi bajnoki címünket. Hazai pályán szenvedett vereséget a Debrecentől a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 164-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Szerintem a fiúk kicsit megijedtek a Debrecentől, és nem olyan sebességgel játszottunk, mint a keddi mérkőzésen, és hát ez lett belőle. Pluszban még azért kaptak egy kis játékvezetői segéletet is, és csalódott vagyok azért. Volt a mérkőzések olyan szakasza, amikor lehetett várni, vagy lehetett hinni benne, hogy esetleg megfordul a játékképe? Talán még az első fél időben, a másik negyedben volt fellángolásunk, de utána már egyszerűen olyan, mintha feladtuk volna fejbe ezt a mérkőzést. Minden meccsből, a vereségből is lehet tanulni. Mit kell leszűrni ezután, a mérkőzés után? Azt kell leszűrni, hogy nem szabad megijedni semmilyen ellenfétől, és ha ilyen jól tudunk játszani egy Hódmezővásárhelyen, akkor egy Debrecenen is ugyanúgy kell játszani. Menjünk tovább, és próbáljuk megverni a Tiszaújváros jövő pénteken. Nem a leghálásabb feladat egy ilyen mérkőzés után nyilatkozni. Kívülről úgy tűnt, hogy nem nagyon találtátok egész meccsen a ritmus bent a pályán, hogy érezted? A meccs elején úgy gondolom, hogy azért még viszonylag jól tartottuk magunkat. Azért látszott, hogy a Debrecennek sikerült új játékosokat, akik ráadásul jók, igazolnia. Sajnos nem tudtuk azt a meccsritmus hozni, amit kedden sikerült a Hódmezővásárhely ellen. Úgy gondolom, ez egy jó tanulság volt számunkra, és a továbbiakban ezekből tanulni fogunk, remélem. Meddig maradt benne egy ilyen mérkőzés a játékosokban, hiszen nem sok idő van a hétvégén, következő hétvégén az újabb meccs? Nyilván még a holnapi és a későbbi napokban fogunk erről beszélni. Hát a hibákat ki kell javítani, gondolom a felvételeket elemezni is fogjuk, hogy miket hibáztunk, és hát a következő bajnoki mérkőzésre ezeket igyekszünk majd kijavítani. És hát emelt fejjel kell továbbra is küzdenünk és játszanunk. A hétvégén második alkalommal rendezik meg a Junior Kupa kézilabda utánpótlás tornát Kisvárdán és Gyulaházán, 26 köztük 14 határon túli együttes lép pályára. Az első Junior Kupán ugye 4 ország vett részt Magyarországgal együtt, Románia, Szlovákia és Ukrajna delegált még csapatokat, és gondolom, hogy az első tornának a sikerén felbuzdulva, illetve valószínűleg azért azok a csapatok, akik részt vettek az első Junior Kupán, jó hírét vitték mind a megyének, mind pedig ennek a rendezvénynek. Újabb ország csatlakozik ehhez a utánpótlás tornához, méghozzá Lengyelország, onnan is érkeznek majd csapatok. Így a második Junior Kupa, amely Kisvárdán, illetve Gyulaházán lesz majd megrendezve, az immár 5 ország részvételével zajló nemzetközi torna, és bízunk benne, hogy ez a 26 csapat, amelynek a túlnyomó része azért elmondható, hogy határon túlról érkezik, hiszen 14 csapat az, aki határon túlról érkezik, majd egy olyan színvonalú tornát fog produkálni, amely mind a szurkolóknak, mind a szakmai stábnak és természetesen mindazoknak, hiszen majd 400 gyerekről beszélünk, aki ez alatt a 3 nap alatt kézilabdázni fog, olyan élményeket, olyan szakmai munkát és eredményeket fog majd biztosítani, amely után méltán fognak majd úgy emlékezni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, Kisvárdára és Gyulaházára, hogy itt bizony nagyon jó volt játszani, és nagyon jó emlékekkel térnek majd haza. Az első torna helyszíne Nyíregyháza volt, mi szólt most a helyszínválasztás mellett?
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetségnek az egyik célkitűzése az, hogy a lehető legtöbb településen jelenjen meg a kézilabda Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és Kisvárda egy olyan, úgy gondolom, hogy egy olyan pontja a megyének, amely mind sportéletben, mind pedig egyéb megközelítésben is egy folyamatosan fejlődő és jó példákkal előjáró város, és mindenképpen szerettünk volna most Kisvárdán is megrendezni egy rendezvényt, és ettől jobb alkalmat, mint a Junior Kupa nem igazán találhattunk volna, mind infrastruktúrálisan, mind pedig szakmai szempontból is megvannak ott azok a lehetőségek, amelyek egy eredményes és jó nemzetközi torna lebonyolítását garantálják, úgyhogy mindenképpen szerettünk volna élni ezzel a lehetőséggel, és ezáltal egy kicsit közelebb hozni a kézilabdát a megyében egy kicsit távolabb élőkhöz is, mert azt hiszem, hogy tehetséges játékosok a legkisebb településen is vannak, és nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezeket a tehetséges játékosokat megtaláljuk, és számukra azokat a lehetőségeket biztosítsuk, amely a kézilabdázáshoz mindenképpen szükséges. A tornát követő hétvégén Nyíregyházán rendezik majd meg az összevont labdajátékok diákolimpiai országos döntőt. Ugye ebből a korosztályok, akik a Junior Kupán pályára lépnek, itt lehetnek többen is, több csapat is elképzelhető, hogy főpróbaként fogják fel ezt a tornát? Én biztos vagyok benne, hogy igen. Egyrészt ugye egy kicsit beleszippanthatnak abba a légkörbe, ami itt a megyében a kézilabda körül mozog. Másrészt pedig lesznek olyan csapatok, akik ott is, illetve majd akár az összevont labdajátékok döntőn is találkozhatnak. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy ezek a csapatok felkészülésként fogják fel, és remélem, hogy majd az összevont diákolimpiai döntő, összevont labdajátékok diákolimpiai döntőben, ami egyébként egy kiemelt rendezvény a Magyar Diák Sport Szövetségnek, nem csak ellenfélként találkoznak majd újra ezek a játékosok, illetve csapatok, hanem kötődnek majd olyan barátságok is, akár már itt Kisvárdán, amely után úgy tudják üdvözölni egymást, hogy milyen jó, hogy újra itt vagyunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Junior Kupa nem csak a játékosok, hanem a játékvezetők számára is lehetőséget biztosít a megmérettetés, és a megyei szövetségnek van egy úgynevezett JAM programja. Hogyan áll ez most? A JAM programunk, elmondhatjuk, hogy az elmúlt 3 évben sikereket tudhat maga mögött. Amikor elkezdtük magát a programot, akkor még nem igen rendelkeztünk egyébként aktív női játékvezetőkkel. Ma már 11 női játékvezető párosunk van, és ebből a 11 párosból egyébként csak 2 fő az, aki nem az MB keret tagja. A többiek mindenki már kivívta magának a kerettagságot. Nagyon nagy szerencsénk van egyébként, hiszen ma a női játékvezetőknek sokkal könnyebb a karrier lehetősége, hiszen a nemzetközi elvárásoknak próbál megfelelni a Magyar Kézilabda Szövetség, és látnunk kell azt, hogy az a cél egyébként, hogy női játékvezetők vezessék a női mérkőzéseket, és ez sokkal magasabb százalékos arányt kell majd elérnünk a jövőben, országos szinten is. Mi ennek már megpróbáltunk megfelelni az elmúlt 3 évben, úgyhogy elmondhatjuk, hogy nem csak a női, hanem a férfi ágon is vannak sikereink. 2 olyan páros is van, aki bekerült az NB1-es keretbe. Egy ekkora torna hány játékvezető mozgatását teszi szükségessé? Igyekszünk minden olyan játékvezetőnek lehetőséget adni egyébként, akik igyekeznek a felterjesztések során minél magasabb kerettagságba kerülni. 25-30 olyan játékvezető van, akire ilyenkor igényt tartunk, és igyekszünk semleges játékvezetőket is biztosítani, hogyha esetleg a tornán olyan csapatok vannak, amelyek megyebeliek, de mindenképpen nagy lehetőség ez számukra, hiszen olyan játékélményekkel tudnak gazdagodni, amelyek majd a karrierépítésüknél, a játékvezetői karrierépítésüknél majd biztos, hogy számottevők lesznek. Mennyire népszerű egyébként a fiatalok körében a játékvezetői pálya? Azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban nagyon népszerűvé vált. Ezt köszönhetjük annak is egyébként, hogy 30%-os költségemelés volt egyébként a játékvezetői díjakban. Ez már egy olyan intézkedés volt, amire régóta vártunk egyébként a játékvezetői bizottság életében, hiszen az elmúlt egy évtizedben nem volt erre példa. De nem csak ennek köszönhetjük egyébként a népszerűséget, hanem ezeknek a tornáknak is, ahol meg tudják mutatni magukat a fiatal tehetséges játékvezetők, és így azok a játékosok is egyébként, akik kacérkodnak azzal, hogy játékvezetők szeretnének lenni, látják, hogy megvalósul ez a cél, és így most induló alapfokú tanfolyamukon több mint 30 játékvezető jelentkezett a fiatal korosztályból. A hétvégén Budapesten a HEP Kupa 4-es döntőjében szerepel a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese, az elődöntőben a Baja ellen lép pályára. Nem mi kaptuk meg, nagyon szerettük volna, ettől függetlenül úgy indulunk neki a Budapestnek, hogy a Baja ellen mérkőzésünket meg kellene nyerni, és innentől kezdve a döntőt játszunk, egyébként hazai pályán is ez volt a célunk, innentől kezdve a célok nem változtak, megpróbálunk mindenféleképpen nyerni, most az, hogy Budapestre kell menni, évek óta oda járunk, tehát Isten igazából nem sok minden változott, reménykedtünk abban, hogy ebben az évben ez másként lesz, nem jött össze, kész, beletörődtünk, tudomásul vettük, hogy mégiscsak a
az utazás szempontjából és talán minden szempontból az a logikusabb döntés, mert akkor kevesebb csapatnak kell utazni, a Baja is közelebb van, hát Isten igazából talán ez le. Oda megyünk, megpróbálunk mindent, a Baját természetesen mindenféleképpen verni akarjuk. Régen játszottunk ellenünk, tehát körülbelül egy 3 évvel ezelőtt voltunk utoljára, hogy a Baja volt az ellenfél. Azok közül a játékosok közül is azért maradt egy jó pár játékos, de ugye ugyanazokkal a gondokkal küzdködnek, mint mi, hogy a játékosok nagy része fölmegy Budapestre tanulni. Tehát itt nagyon kevés játékosra tudnak ők is dolgozni, inkább azokkal, akik utánpótláskorúak. Innentől kezdve szerintem egyenlőségekkel válunk ki ennek a mérkőzésnek, mind a kettőnknek idegen pálya, innentől kezdve már azt fog dönteni, hogy ki lesz abban a szent pillantásban az, aki jobban tud koncentrálni és pontosabban fog dolgozni. Milyen formában van a csapat, az önbizalomra nem lehet panasz, hiszen nagyon-nagyon régen kaptatok ki. Így van, tehát én úgy gondolom, hogy itt azért a Debrecen elleni győzelem, vagy ugye, hogy nem voltunk Szolnokon, ott is annyira magabiztosan játszott a csapat, bár ugye Szolnok nem az elitet vagy az élvonalt képviseli, de a nagyok aránylag pontosan felszabadultan, jól kosárlabdáztak, a fiatalok, főleg amikor a nagyobbakhoz lettek becserélve, akkor szintén ki tudták őket egészíteni, jó léptek oda, jó pontokat dobtak, tehát jó döntéseket hoztak. Amikor együtt voltak a pának, akkor egy kicsit összegött a szekér, de én úgy gondolom, hogy mindannyian úgy válunk neki, mindenki készül rá. Tehát ugye tegnap volt még egy megfog mérkőzés, ami ugye megint 4 játékosunk játszott, tehát azt hiszem, hogy innentől kezdve a csapat felkészültségével, akaratával nem lesz gond. Kupameccsekre azt mondják, minden sportágban bármi megtörténhet, ugye ez egy 4-es döntő, gondolom ti is azzal a célra utaztok Budapest, hogy hazahozzátok a kupát. Természetesen ebben egyetértünk, tehát akár a bajnoki mérkőzéseken, akár a kupamérkőzéseken bármi lehet, nyilván mindig megpróbáljuk a tőlünk tehetőt megtenni, és minél jobb eredményt elérni. Milyen meccsekre számít az, minden bizony a Dia meg te kapod majd a legnagyobb őrizetet? Nyilván utána néztünk a Bajának is, a TF-nek, illetve a Beasznak is. Azt gondolom, hogy a Bajában inkább alacsonyabb emberek vannak, tehát ott valószínűleg egy letámadás ellen kell készülnünk, de reméljük, hogy ami az egyik oldalt esetleg negatívum lehet, ugye, hogy nehezebb a labdát felhoz, az a másik oldalt pozitívum, hogy palánk alatt könnyebben lesz, vagy könnyebb lesz megoldanunk a dolgokat. Ezt most próbáltuk nyilván az év elejétől kezdve is nagyobb hangsúlyt fektetni ezekre a dolgokra. Illetve az, hogy a TF vagy a Beac lesz az ellenfelünk, azt ugye attól is, hogy mi mit játszunk, illetve hogy ők mit játszanak. Alapvetően jó szerkezetű sorma mind a két csapat, megpróbáljuk nyilván majd ott is megtenni, amit lehet. Végülis a TF-et tavaly a döntőbe jutásért sikerült megvernünk, hát remélhetőleg ez akár a TF, akár a Beasz ellen most is így lesz, és reméljük, hogy egy minél fényesebb éremmel térhetünk majd haza. Hazai pályán nyert a Szolnok ellen a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Hakkerék a Szuperliga 12. fordulójában 5-3-ra verték a vendégeket. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzésre van kilátás, mivel a szolnoki csapat jelenleg a 4. helyen áll. Tavaly is a 4. helyet szerezte meg, és ezzel a NBC kupán vett részt. Úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk megszólítani őket. Jól is kezdtük a mérkőzést, voltak egyéb problémáink, itt a Szlovenszki Tibor sérülése bajlódott, és nehezen tudta ezt az akadályt venni, de szerencsére megszózta az első sorba a pontot. A középső sorra úgy gondolom, hogy sikerült megnyugtató előnyt szerezni, és sikerült begyűjteni a 2 pontot, amivel az utolsó sor, záró sorra 160 fás előnnyel mentünk fel, és 3-1-re vezettünk, és úgy gondoltuk, hogy zsebben a mérkőzés. Egy kicsit van hiányérzetem, mert az utolsó sor nem úgy hozta az eredményeket, hogy én vártam, és akár simább győzelem is lehetett volna. Milyen lendületet adhat ez a győzelem a tavaszi szezon hátralévő részére, mondjuk most pont egy bajnoki szünet következik? Igen, próbáljuk úgy szállítani ezt a tavaszi dolgokat, hogy nagyon sok elmaradt mérkőzésünk lesz, mivel a riválisok a bajnoki ligája szereplés miatt, itt a Répcelek és a Szegedre gondolunk, ők miatt elhalasztott mérkőzések lesznek, ezeket próbáljuk pótolni. Például február 11-én megyünk Kazincbarcikára egy ilyen meghívásos versenyre, amivel próbáljuk így a szinten tartani, vagy esetleg fejlődni. A hátralévő meccseken jó néhány van, még hány győzelmet kell begyűjteni számításaitok szerint, hogy meg legyen hosszabbítva a szuperligás tagság? Én nem számolok, hanem azt mondom, hogy a saját kezünkben van a sorsunk. Azért is, mert 4 olyan mérkőzés, hazai mérkőzésre van kilátásunk, amiből illene 3 mérkőzés megnyerni.
Aztán, hogy most mi lesz, hogy lesz, azt nem tudom. Meg rásul még megyünk két olyan idegen mérkőzésre, az Ajkár és Vasasszonyfára, ahol nem feltett kézzel megyünk, tehát bármi megtörténhet. 31 intézmény, 126 versenyzője állt rajtkőre Máté Szalkán az első és második korcsoportos úszódiák olimpia megyei döntőjében. A győztesek bejutottak a márciusi debreceni országos döntőbe. Nagyon nagy várakozással készültünk a mai napra, annál inkább, mert a Szabolcstor úszóversenye keretében Máté Szalkán már több versenyt rendeztünk, mint megyei úszószövetség. És amikor a Diáksport tanács kérdezte a véleményemet, hogy hol rendezik az idei megyei úszódöntőt, Máté Szalkát javasoltam. Nagyon szeretünk ide járni. Nagyon jó a szervezés, a rendezés. Minden feltétel adott egy megyei úszódiák olimpia döntő megrendezéséhez. A mai eseményen a 31 intézmény legjobb versenyzői, alsó tagozatos gyerekekről van szó. Az első korcsoport, az első-második osztályos versenyzők, a második korcsoport pedig a harmadik-negyedik osztályos tanulók vehetnek részt. A győztesek az országos döntőbe jutnak, amit Debrecenbe kerül megrendezésre, március 18-án. A legfontosabb az az, hogy idén lett 30 éves a Magyar Diákolimpiai Mozgalom, és ennek a jubileumát tudjuk ebben az évben, a 2017-es évben. És nagyon örülünk, hogy rögtön így a kezdetekkor egy olyan megyei döntőt tudunk majd itt megvalósítani Máté Szalkán, amely azt hiszem, hogy mindenképpen egyedülálló, legalábbis abból a szempontból, hogy most vagyunk itt először. De mindenképpen szerettünk volna eljönni, mert az egyik célunk az, hogy ne csak Nyíregyházán legyenek a diákolimpiai megmozdulások, hanem valóban az egész megyét járjuk be. És nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok olyan település van, aki időt és energiát fordít, akár legyen az pénzbeli vagy erkölcsi energia, hogy a diák sportéletet, a sportéletet támogassa, és ezáltal a lehetőségek is kinyílnak előttünk is, mint diákolimpiai mozgalom segítői előtt. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport Egyesületnek is, azon belül is külön elnökének, Baracsi Endre úrnak, hogy Máté Szalka lehet ennek a versenynek a házigazdája. Ahogy hallottuk, 126 versenyzőt fogadunk a mai napon a megye egész területéről, és én azt gondolom, hogy ez egy komoly megtiszteltetés. Különösen annak a Máté Szalkának, aki ugye hitet tett az elmúlt években amellett, hogy mindenfajta sporttevékenységet, amivel a gyerekek fejlődhetnek, egészségesebbülnek, a zászlajára tűz, és nagyon nagy ráfordításokkal, mind energia, mind anyagi ráfordításokkal támogatni és fejleszteni fog. Ezért örülök annak, hogy kvázi kvetszcsinálónak a gyerekek számára, a Máté Szalkai gyerekek számára is itt vannak a Diáksport Egyesület versenyzői, a megye legjobbjai gyakorlatilag, és hát reméljük, hogy az elkövetkezendő években minél több Máté Szalkai gyerek is eredményesen fog szerepelni a diákolimpián. Hogy ez megtörténhessen, ezért döntést született arról, az elképzelések már össze van rakva arra vonatkozólag, hogy a nyárig szeretnénk az MMTK-nak, ugye a Máté Szalkai MTK-nak létrehozni az úszó szakosztályát, illetve a vízilabda szakosztályát. Ide is várjuk a gyerekeket, akik ügyesen úsznak, vagy még nem ügyesen úsznak, de később majd kiváló úszókká válhatnak, illetve a vízilabda sport szerelmeseit is. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.